Köszöntöm a Bécs TV nézőjét, jó estét kívánok! Ma június 5-én, azaz a Környezetvédelmi Világnapon ért véget a Biocom Kft. Internetes vetélkedője, amit április 22-én a Föld napján hirdettek meg. Ma este a következő percekben kerül sor az ünnepélyes eredmény hirdetése, és természetesen a nyeremény sorsolása is. Itt áll már mellettem Lejtol Csaba, a Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója. Köszöntöm. Jó estét kívánok. Mielőtt belevágnánk a sorsolásba, arra szeretném kérni, hogy azért néhány mondatba ismertesse, hogy mi is volt ennek a lényeg, ennek a vetélkedőnek. Mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, stílusosan a Föld napján indult ez a vetélkedő sorozat, és ma a köztisztasági világnapon van tulajdonképpen vége. Ez egy háromfordulós internetes vetélkedő volt, külön általános iskolás felső tagozatosoknak és külön középiskolásoknak. Mind a három vetélkedő rész egy-egy kérdés témakör köré csoportosult, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás. Ezekre kellett egy 10-10 kérdésből álló feladatlap alapján válaszolni. Ami nagyon lényeges volt ebben, hogy az internetes honlapokat a Biocom Kft., illetve a Környezetünkért Alapítvány internetes honlapjain böngészve lehetett megtalálni a kérdésekre a választ, és így gyakorlatilag játszva, szórakozva tanulhatták meg azokat az alapvető környezetvédelmi kérdéseket a gyerekek, akik részt vettek ezen a versenyen, ami végül is, én úgy érzem, hogy segít őket abban, hogy eligazodjanak, hogy mi az, amit ők is tudnak tenni a környezetvédelme érdekében. Most itt két urnába gyűjtöttük azoknak a nevét, akik végül is megfeleltek ezen a vetélkedőn, külön a középiskolásokat és külön a felső tagozatos általános iskolásokat. Arra szeretném kérni, hogy mindegyik urnából egy-egy nevet húzzon ki. Ezek lesznek az első nyereményeink, és mindenki egy-egy darab CD-s rádió magnót fog nyerni. Azt közben kérem szépen, és már olvasom is a nyertest. Igen. Matus Alex Mosgóról. Ő az általános iskolás kategóriában. Ő pedig Nagy Zsuzsa és Gyömbrőről küldte be a helyes megfejtéseket. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, és hát a cég nevében egyébként gratulálunk nagyon sok díjazotthoz. A vetélkedő persze azt mondom, hogy nem csak a diákoknak jelentett kihívást, mivel a Kft. Első ízben hirdette meg ezt a vetélkedő sorozatot, arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon a tanárok hogyan reagáltak erre. Én az egyik kollégámtól értesültem arról, hogy van ez a vetélkedő, és lehetőségünk van arra, hogy jelentkezzünk rá. Rögtön, amikor megtekintettem a Biocom honlapot, akkor nekem szakmailag megtetszett. Nagyon érdekes volt, a gyerekeknek ezért tetszett, nekem pedig azért tetszett, mert miután számítástechnika tanár vagyok, így lehetőségem volt arra, hogy az internetböngésző használatát megtanítsam a gyerekeknek a honlap segítségével. Nagyon jó volt az, hogy nem úgy kellett jelentkezni a vetélkedőre, hogy a gyerekek eddig ismereteire számított, hanem arra volt lehetőség, hogy egy környezetvédelmi alapítványi honlap, illetve a Biocom honlap segítségével kikeresették a válaszokat. A magyar szakos kollégáimnak ezért tetszett nagyon, mert gyakorlatilag az értő olvasás felmérésében és gyakorlásában segített nekik nagyon sokat. Kezdetben úgy gondoltam, hogy csak a biológia és a földrajz szakos kollégáknak meg fogom mutatni a vetélkedő anyagát, és akkor őket megkérem, hogy csinálják meg. De ezek miatt, amit az előbb említettem végül, és aztán úgy döntöttem, hogy inkább én csinálom a gyerekekkel. De annyira megtetszett nekik, hogy volt, aki képes volt szünetben itt maradni, és válaszolni a kérdésekre, sőt olyan is volt, akinek délelőtt nem sikerült elküldeni a honlapot, és délután bejött szabad idejében, válaszolt a kérdésekre, és én erre... úgy gondolom, hogy nagyon büszke lehetek a gyerekekre emiatt. Én a gyerekektől egyetlen egytől nem hallottam, hogy neki ez ne tetszett volna. Nagyon tartalmas dolognak tartottam. Kisné I. és Eszterrel, a Biocom Kft. Másodnyersanyag csoportvezetőjével együtt néztük az iménti összeállítást. Látom az arcán, hogy örült a tanárnő véleményének. Hát minden pozitív véleménynek örülünk, annál is inkább, mert rendkívül fontos, hogy a társadalom legszélesebb köre is, és hát én az alapjának a fiatalokat tekinteném, ilyen lelkesen és aktívan kapcsolódott be ebbe a vetélkedőbe, és hát talán nem véletlenül az internet segítségével. Mindezek után nagyon mindenkinek megköszönöm ezt az aktivitást, és nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan részt vettek.
Azt hiszem, hogy a legszebb köszönet és a jutalom az tulajdonképpen maga a díj, amit most ön kisorsol. Kettőt kérnék szépen a középiskolás kategóriában, ezek az általános iskolások, jó? Jó, innen is, onnan is, egyet-egyet. És az ő nyereményük egy-egy darab CD-ROM, és két-két nyertesünk lesz. A középiskolások közül Vaska Zsolt Nyíregyházáról nyerte. Az általános iskola felső tagozatos kategóriában pedig Kovács Tímea, ő egy pécsi tanuló. És van még két nyertesünk, újra egy középiskolás. Seyer István, ő szintén Pécsről, és Szenti Alexandra, ő pedig budapesti játékos volt. Természetesen gratulálunk a nyereményükhez, amit még egyszer elmondom, egy-egy CD-ROM. Köszönöm szépen, hogy segített nekünk és közreműködött. Mint az már az adás ideje alatt, illetve hát a mostani néhány percben többször elhangzott, ezt a vetélkedőt április 22-én a Földnapján hirdették meg, és ma, vagyis június 5-én a Környezetvédelmi Világnapon ért véget. Azt hiszem, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek ebben a játékban, azok már pontosan tudják, hogy milyen jelentősége, mit jelent ez a két-két dátum. De vajon mások is így vannak ezzel? Tudja, hogy mit ünneplünk április 22-én? Én nem tudom. Nem tudom. És a mai napon? Azt se tudom. Nem tudom. Ne haragudjon. Meg tudnátok mondani, hogy mit ünneplünk április 22-én? Sajnos. Földnapja esetleg? Hát akkor azt. Földnapját ünnepeljük. És a mai napon? Kiegyezésnek a 60. évfordulója. Vagy... Nem tudom, az sajnos. Meg tudnám mondani, hogy mit ünneplünk április 22-én? Nem tudom. Április 22? Passz. A Földnapja, nem? És mai nap mit ünneplünk? Mikor van? Június 7-én. Nem tudom. Nem tudom. Fogalmam nincs. Mit ünneplünk az nap? Nem tudom, sajnos. És a mai napon, ma június 7-e van? Nem tudom. Április 22-e. Nem. És a mai napon? Mai napon? Van 5-e. Milyen világnapon? Földvilágnapja. Nem. Igen? Környezetvédelmi világnap. Környezetvédelmi világnap. Nem, fogalmam sincs most hirtelen. És a mai nap milyen világnapon? Nem tudom most. Köszönöm. Köszöntöm a stúdióban Merci Évát, a Környezetünkért Alapítvány képviselőjét. Éva, együtt nézte velem ezt az összeállítást. Valóban ennyire rossz a helyzet más területen is, vagy csak a dátumokkal vagyunk ilyen bajban? Hát nem csak a dátumokkal, azt hiszem, hogy a megszólaltatott korosztály is az, ami inkább a kérdés negatív oldalát mutatta be. Az évvége közelettével az iskolákban sűrűbb a program, ezért kevesebb figyelmet tudnak fordítani a szakmai munka mellett a jeles napokra. Mi célul tűztük ki, hogy az összes környezetvédelmemhez kapcsolódó jeles napot újra felelevenítjük. Kezdtük a Madarak és Fák napjával, ami hajdan nagyiskolai ünnep volt. Földnapi rendezvényeink is voltak. Hát a mai napot már évek óta a városban zajló események zárásaként tartjuk nyilván. Szeretnénk, hogyha ismertebbek lennének ezek a napok is. Mai fiatalság hogyan reagál ezekre? Lehet azért befolyásolni őket jó irányba? Érdekes módon, hogy az óvodák nagyon nyitottak ezekre a napokra. Nagy rendezvényekkel ünneplik, meg nyilván a maguk módján az ő gondolkodásukhoz képest, és vannak kezdeményezések az iskolákban is. Éva, arra szeretném kérni, hogy ön is húzzon, de most négy nevet, igen, és a középiskolások közül szeretném kérni ezt. Köszönöm. Monoki Szilárd Érdről, és mindjárt elmondom azt is, hogy mit nyertek. Rizsó Marietta Miskolcról, de elég széles körben jelentkeztek. Solymos László Budapestről, és az utolsó nevünk, ő Martus Gábor, és ő egy pécsi versenyző volt. És azt is elmondom, hogy mit nyertek, ők egy-egy darab fax modem készüléket nyertek. Én nagyon szépen köszönöm a közreműködését. És a kedves nézők pedig engedjék meg, hogy én most felolvassak egy idézetet, ami egyébként a harmadik forduló mottója is volt, és Gerard Darrelltől származik. Így szól. Az a világ, amelyben nincsenek madarak, erdők, nincsenek mindenféle formájú és méretű állatok. Olyan világ lenne, ahol nekem a magam részéről nem sok kedvem lenne élni.
és amelyben az ember valójában nem is lenne képes létezni. A technikai fejlődés és ezzel együtt az elképzelhetetlenül szép földgolyó tönkretétele évről évre, hónapról hónapra gyorsul. Mindannyiunk kötelessége, hogy próbáljuk megakadályozni annak a földnek, amelyen élünk, a folyamatban lévő rettenetes tönkretételét, és akármilyen szerény mértékben is, de mindenki hozzájárulhat ehhez a védőmunkához. Azt gondolom, hogy ebben azért nagyon-nagyon sok igazság volt, de talán ez a vetélkedő egy kicsit többre is buzdított ennél. Köszöntöm a stúdióban Kukai Andrást, a Közlekedési és Kommunális Bizottság elnökét. Azt hiszem, talán egyetért velem. Igen, szívemből szóló gondolat volt ez. Nagyon örülök az ilyen kezdeményezéseknek, amely most ezt a vetélkedőt is bizonyítja, és nagyon sok gyerek jelentkezett rá. Annál is inkább örülök neki, és remélem, hogy a gyerekek nagyon sokat tanultak ebből, és majd még sokat, többet fognak tanulni. A minap elfogadott hulladékgazdálkodási törvényben rögzítik azt, hogy az iskolákban kötelező tantárgy lesz a környezetvédelem. Esetleg ettől függetlenül, vagy esetleg a Biokon Kft-vel közösen tervez a város hasonló ilyen vetélkedőket? Én azt hiszem, hogy éves szinten minden egy alkalommal szoktunk minden évben vetélkedőt rendezni. Járunk ki a Környezetünkért Alapítvánnyal és a Biokonmal közösen iskolákba ismeretterjesztő előadásokat tartani. Úgyhogy én merem remélni, hogy valahol az ifjú generációt rá tudjuk hangolni arra, hogy saját környezetét tisztában tartsa. Mi az eddigi tapasztalata? Meg lehet mozgatni a fiatalokat másként is egy kicsit, amikor nincsen nyeremény, meg jutalom kitűzve? Azt hiszem igen. Néhányan már rádöbbentek erre. Voltunk olyan iskolában, ahol a gyerekek kezdeményezésére odahaza szelektív hulladékgyűjtést kezdeményeztek, tehát már otthon próbálják a hulladékot úgy kezelni, mint amikor mi a különböző színű UFO-kba dobáljuk a hulladékot. De itt azért van nyeremény, és arra kérném, hogy húzzuk is ki a következő négy nyertes. A fehérek közülük az általános iskolások, az előbb már kihúztuk a négy középiskolást, akik szintén egy-egy fax modem készüléket nyernek. Kovács János Mosgóról, Kozma László, ő Érdről küldte be a megfejtéseket. Ez fordítva van. Bablina Gábor, ő Filis Csabáról. És az utolsó, Lőrinc Hajnalka, és ő Hajdúl Hatházáról küldte be a megfejtéseket. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy ezen nevében is együtt gratulálhatunk a nyerteseknek. Igen, mindannyiunk nevére köszönöm. És most arra szeretném kérni Önöket, hogy mivel a sorsolás egy kicsit hosszadalmasra nyúlna, ezért most nézzük meg annak a 9-9 szerencsés nyertesnek a névsorát, akik egy-egy három havi korlátlan internet előfizetést nyertek a Collect Pannonia KHT szolgáltatónál. Az ő névsorukat most a képernyőn olvashatják. Köszöntöm a stúdióban most Gelencsér Miklóst, a Collect Pannonia KHT ügyvezető igazgatóját, akik az iménti nyereményeket felajánlották. Köszönöm. Ön azt is el fogja nekünk árulni, hogy a következő díjat kinyerte, ami egy 30 ezer forint értékű tárgyutalom, és ez egy kimondottan iskolai díj. Ezt nem sorsoltuk, miért nem? Így van. A Biokon Kft. A vetélkedő keretében egy külön díjat ajánlott fel annak az iskolának, amelyik a legtöbb diákot honmutatja fel ezen a vetélkedőn. Az internetes vetélkedő körülbelül 900 diák vett részt, ezek közül 60 egy iskolának a növendéke volt. És akkor elárulhatjuk, hogy melyik ez. Igen. Az iskola, és melyik nyerte a diát? Ez az iskola egy pécsi iskola, ami pedig az ANK 2 számú gyakorló iskola. Úgyhogy övék ez a külön díj. Megismétlem még egyszer, 30 ezer forint értékű tárgyutalomban részesültek. Nagyon szépen köszönjük az információt, és hát a gyerekek nevében a felajánlást is. Igazán is. És mielőtt a végére érnénk a dolognak, és kisorsolnánk a fődíjat, vagyis ezt a nagyon-nagyon szép modern számítógépet,
Arra szeretném kérni önöket, hogy velünk együtt nézzenek meg egy összeállítást, amit abban az iskolában készítettünk, ahol tulajdonképpen a legtöbb versenyző vett részt ezen a vetélkedőn, vagyis az ANK2-es számú gyakorló általános iskolájában. És azt hiszem, hogy a legfontosabb dologról, magáról a vetélkedőről, csak is a legfontosabb személyek, vagyis a gyerekek nyilatkozhatnak. Miért csatlakoztál ehhez az internetes vetélkedőhöz? Hát azért, mert érdekel a környezetvédelem, és ebből nagyon sok új dolgot is megtudhattam róla, és persze hát a nyeremények miatt is. Egészen biztosan otthon is külön fogjuk ezentúl gyűjteni ezeket a dolgokat, és megpróbáljuk ugye elni ezentúl a környezeten eljön. Volt egy 10 kérdésből állt, és volt egy olyan kérdés, hogy melyik volt az első nemzeti park, és ez jó volt, mert elég sokat lehetett keresni az interneten. És így egész órát, tehát 2 óránk elment ezzel. Nem fogom eldobálni a szemetet, meg úgy szólok a szüleimnek, ezt megbeszéljük, hogy hogyan lehetne Norbert észszerűbben gyűjteni a szemetet gazdaságosan. Kimondottan érdekelt, érdekesnek tűnt. Hát ez az egész olyan izgalmas, hogy meg lehet oldani a feladatokat, szeretem a vetélkedőket. Elég könnyű volt, mert sokat kerékpározok, és így látom ezeket az UFO-kat. Úgyhogy könnyű volt megoldani. Hát a picit a részvételi pályázat kitöltése, tehát hogy a címet, a diákigazolvány számát, az kicsit nehéz volt. Megoldottuk egymás közt a feladatokat, kitárgyaltuk oda-vissza a retúrba. Amúgy elég egyszerű volt, mert mindenki tudta a jó választ, és akkor így megegyeztünk. De persze csak ezután, mert hát egyikünk sem akarja, hogy a másik vigye el a jót. Mit szeretné nyerni? Lehetett nyerni a számítógépet, azt hiszem sapkát vagy pólót, ilyesmiket, ilyen biokomos cuccokat. A számítógépre hajtottam. Akik eddig még nem hallották a nevüket, és biztosak abban, hogy a jó megfejtők között találhatók, azok most nagyon figyeljenek, hiszen Kerényi János városunk alpolgármestere hamarosan kisorsolja azt az egyetlen egy nevet, aki ezt a számítógépet fogja megnyerni. De előtte én azért szeretném megkérdezni az ön véleményét, és végigkísérte a sorsolást és ezt az egész vetélkedőt. Hogyan vélekedik erről, hasznosak a hasonlók? Hát nagy örömömre szolgált, és azt hiszem nem csak nekem, hogy ilyen nagy létszámmal vettek részt a fiatalok versenyben. És ez is azt bizonyítja, hogy a fiatalok, a jövő generáció megértette a környezetvédelem, a köztisztaság fontosságát, és hogyha ezt megértették, akkor valószínű, hogy ennek a szellemében is fognak viselkedni és élni, és ennek pedig az lehet a következménye, hogy városunk évről évre szebb, tisztább lesz. Tartósak az e fajta ismeretek? Tehát beépülnek annyira, hogy ezt 2-3-4-5 esetleg 10 év múlva is tudják hasznosítani? Bízunk a fiatalok szellemi képességében, biztos vagyok benne. János, mielőtt kihúzná azt az egyetlen egy nevet, mivel hogy itt már csak egy nyereményről van szó, összeöntjük ezt a 2 urnát, és én jól összekeverem. És mivel a színek van megkülönböztetve, hogy középiskolás, illetve általános iskolás versenyzőkről van-e szó, arra szeretném kérni, hogy csukott szemmel, vagy egy kicsit elfordulva húzzon ki egyetlen egyet. Megvan. Olvassam én. A szerencsés nyertes, aki ezt a számítógépet megnyerte ezen az internetes vetélkedőn, Szabó Nikolett, ő egy pécsi tanuló, és ha jól látom, akkor általános iskolás. Gratulálunk még egyszer nem csak neki, hanem az összes nyertesnek, és azoknak is természetesen, akik nem nyertek most, de részt vettek ebben a vetélkedőben. Azon kívül, hogy itt ma elmondtuk a nyertesek névsorát, természetesen mindenkit levélben is ki fogunk értesíteni. Köszönjük a figyelmüket, mára befejeződött a nyereménysorsolás. További jó munkát, sok sikert, és szép estét kívánunk!